az öntörvényű Hantai Simon festő feleségével, és egy ösztöndíjjal a zsebében szállt fel a vasfüggöny előtti utolsó vonatra 1948-ban. Megdöbbentő az a kreativitás és képzelőerő, ami Párizsba érkezése után kirobbant a művészből, hogy aztán évtizedekkel később összegyűrt és hajtogatott vásznaival a világ egyik leghíresebb absztrakt festője legyen. Magyarországon eddig még sohasem láthattuk ilyen teljességben a Hantai életművet, mint most a Ludwig Múzeum kiállításán. Abból a bizonyos párizsi ösztöndíjból nem lett semmi, mert ahogy adták, a politikai változások miatt rögtön vissza is vonták. Szerencsére Hantai Simonék az utolsó szabad vonattal azért eljutottak Olaszországig, és rögtön belecsöppentek az 1948-as velencei biennáléba, ahol éppen akkor állították ki Picasso több tucat képét. Rómában pedig, bár ő nem volt ösztöndíjas, kiállíthatott a magyar barátaival. És itt lép a történetbe Norman Mailer, aki éppen akkor nyert el egy díjat a Meztelenek és Holtakért. A pénzből, amit kapott, vett három Hantai képet. Tehát Hantainak ez volt az a anyagi támogatás a Zsuzsának meg a Simonnak, amivel tehát tovább tudtak utazni, fent tudták tartani magukat szerényen, és ebből a pénz, ezzel a pénzzel érkeztek meg Párizsba. Aztán egyszer csak ott találta magát egy kirakatban Miroval és Giacomettivel. Persze ez is, mint annyi minden máshoz az akkori párizsi művészvilágban, André Bretonnak volt köze. Igaz, a kezdeményező Hantai volt, aki egy képét egyszerűen letette Breton ajtaja mellé ezzel a levéllel. Ne keress engem, ne kutass utánam, majd megtalállak. Ezt a képet 30. születésnapjára csinált 1953-ban, és letette a születésnapján a Breton ajtaja elé, a Rue Fontaine-ba. Pár nappal később Hantai elment megnézni a kiállítást, az első ilyen szülött a csoportos kiállítást, hát megdöbbenve látta, hogy ki van rakva a képe. Hantai olyan volt, mint egy alkimista. A képein kombinált és applikált mindent mindennel. Ebből lettek ezek az erőteljes színvilágú vásznai és fantasztikus lényei. Aztán elhagyta a szürrealistákat, felvállalva Breton támadásait is. Az új motiváció többek között Jackson Pollock lett, az új korszak pedig a gesztusfestészet. Aztán a felfeszített vászon lekerült a földre, és a művész egészen más viszonyba került az anyaggal. Hajtogatta, kézzel gyűrte őket, vagy éppen taposott rajtuk. Aztán már egy egész szobányi vásznat mozgatott és festett meg hatalmas erőfeszítéssel. És ez a saját maga kimunkálta pliás technika tette őt igazán sikeres festővé. Ahogy fia Daniel meséli, ők öten gyerekek, beleszülettek az apjuk művészetébe. Persze akkor még nem értettek belőle semmit. A francia művészeti közegben vált ő igazán festővé. Itt született meg ez a semmivel sem összehasonlítható Hantai piktúra, ami olyan nagy hatással volt néhány művész csoportra, hogy őt tekintették saját művészetük origójának. Bár apám ez ellen tiltakozott. Soha nem akart csoporthoz tartozni. És amikor 1982-ben ő képviselte Franciaországot a velencei biennálén, az is egyértelmű jelzés volt, hogy ő francia festő. Igaz, utána visszavonult. Nem ez volt az egyetlen visszavonulása a karrierjéből, de ez volt az a pillanat, amikor teljesen otthagyta a művészeti életet. Nem érdekelték a műtárgykereskedők, nem akarta a művei körüli pénzügyi spekulációkat, és visszautasított minden kiállítási ajánlatot. A képei is megérezték ezt a korszakot, némelyiket szétvágta, vagy éppen elásta a vidéki házának kertjében. Tisztította az életművét. Azokat utána kivette, és tehát akkor egy kicsit ott a festék mellé jöttek mindenféle, tehát nem penész, de tehát így valahogy érlelődtek. Szerintem nekem is van egy olyan képem, ami föld alatt lehetett egy ideig. Rómában, a Medici villában éppen most ér véget az a Hantai kiállítás, amelyre a Vatikánból is érkezett kép. A Mariale sorozatba akkor kezdett bele az egyébként hívő, katolikus művész, amikor a felesége, aki zsidólány volt, megtért. De térjünk vissza Szent Péter 262. utódjához és a vatikáni gyűjteményhez. Le pape Paul VI. Hatodik pálpápa eldöntötte, hogy bővíteni szeretné a vatikáni gyűjteményt
kortárs művekkel, és elkezdte a tanácsadóival kerestetni azokat a művészeket és műveket, amelyek beleillettek az elképzelésébe. Így keresték meg az apámat is Párizsban. Ez akkoriban elég nagy port kavart fel. Már-már botrány lett abból, hogy ugyan mit keresnek a kortársak a Vatikán falai között, de a pápa ragaszkodott hozzá. Apámnak pedig már megvolt az a nagyon különleges sorozata, a Mariál, azaz a Máriás képek. Ez volt az az időszak, amikor lekerültek a vásznak a keretekről a földre. És a Vatikán volt az első, aki ezzel a vásárlással elismerte ezt a sorozatot, amivel a rajongók nem tudtak mit kezdeni. Magyarországhoz azért még kötötte is Szál Hantait, a barátsága Juhász Ferenccel, amiről a költő így írt. Ha térben távol is voltunk egymástól, szeretetünk volt az az aranyhíd, amin egymáshoz jártunk. Az egy köztudott mendemonda, hogy amikor minden vasárnap, amikor a felesége templomba ment a Zsuzsa néni, akkor Hantai felhívta a Juhász Ferencet, és akkor megbeszélték a magyarországi dolgokat, vagy hát nem tudom, személyes dolgokat. Hantai Simon nem engedte meg az életében, hogy nagy kiállítása legyen bárhol is. Nem akarta, hogy egy kurátor viselkedjen felette, és monográfiát sem engedett magáról írni. Nem mi vagyunk az elsők, akik próbálkoztak azzal, hogy Hantainak kiállítása legyen. Ez azért a 90-es évek óta megy. Minden nagyobb igazgatónak ez a célja volt, hogy Hantait itt Magyarországon bemutatni. Itt nem csak az első fázis, a korai fázis az, amit még sehol nem láttak így egyben, hanem hat kép, még soha nem látott napvilágot.